lehetőség is, hogy duális képzés. Percekkel a kapunyítás után már szinte zsúfolásig megtelt az egyetemi csarnok, kinyitotta kapuit az ország legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye, ami egyre népszerűbb a felvételizők körében. Nekünk is azért nehéz volt egy-két nappal a országos kiállítás után újat szervezni. Több mint 4000 előregisztrációnk volt, és még számítunk 1500-2000 helyszíni látogatóra ezen felül, úgyhogy a tavalyi rekordot szeretnénk megdönteni, ami közel 6000 látogató volt. Nagyon sokat készültek a kollégák és a hallgatók is, több mint 150 hallgató jött el segíteni nekünk a tájékoztatásba, és több mint 100 oktató. Itt vannak a duális partnereink, az egyetemi szervezetek, a kompetenciaközpontok, és természetesen a felvételi iroda munkatársai, akik segítik eligazodni a fiatalokat és a szülőket is a megváltozott felvételi rendszerében. Előadásokkal, laborlátogatással és sok-sok színes programmal készültek a szervezők a vélhetően rekordszámú érdeklődő számára. Előadásokkal készülünk a felvételiről, kollégiumi elhelyezésről, nemzetközi lehetőségekről, sportról, valamint ugye minden szakról külön tájékoztató előadás lesz, egyetemi körséták, laborlátogatások, úgyhogy nagyon széles a program, meg lehet látogatni a hallgatói csapatokat, öntevékenyköröket is. Próbáltuk úgy összeállítani, hogy ne csak előadások legyenek, hanem interaktív programok is, amik kicsit kikapcsolják a két információszerzés között a fiatalokat. A Széchenyi évek óta egyre népszerűbb különböző okok miatt az egyetem oktatási elnök helyettese szerint Győrben mindent megtalálnak a felvételizők, amit csak keresnek. A Széchenyi István Egyetem brandje az, ami vonzó. Ebbe beleértem magát az egyetemi infrastruktúrát, a képzés minőségét, a környezetet, Győr városát, a térségét, tehát minden szempont, sport, kultúra egybe van ahhoz, hogy valakit sikeres hallgatói éveket töltsön el, és egy jó diplomával a kezében később jó munkát is találjon. Hála Istennek az edukáció kiállításon is óriási volt az érdeklődés a standunk iránt. Én úgy tudom, hogy talán az edukáción csúcsot döntöttünk a látogató létszámban, és a mai rendezvényre is több mint 4000 hallgató, vagy 4000 résztvevő regisztrált, ami az egy nagyon szép szám, azt gondolom. 9 képzési területen, 9 karon, és nagyjából egy ilyen 50 alapképzés és hasonló létszámú mesterképzési szakon hirdettünk képzéseket a hallgatók számára. Egyre több képzés érhető el angol nyelven is, ami egy jó hír. A mostani nyitott kapukon központi téma volt az új felsőoktatási pontszámítási rendszer is. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy a középfokú érettségi az ugye kevesebbet ér, mint az emelt szintű érettségi. És a 100 pontos rendszer, ami eddig ugye központilag volt meghatározva, az most az intézményre van bízva. A fő fókuszpontok, amelyekre az egyetemünk a hangsúlyt fektetés, amelyet fő üzenetekben szeretnénk a lendő hallgatóknak eljutatni, az az, hogy lehetőség szerint, bár nagyon sok szakon nincs előírva az emelt szintű érettségi, de lehetőség szerint egy emelt szintű érettségivel és egy középfokú nyelvvizsgával érkezzenek a hallgatók. Ez két dolog miatt fontos. Egyrészt ugye a pontszámítás miatt, ha csak középfokúval jönnek, akkor hátrányba kerülnek, és nem biztos, hogy felvételt nyernek. Ezért egy, de ha kettő, az még jobb emelt szintű érettségi, az a biztos bejutást jelenti. A Széchenyi jelenleg mintegy 14 000-en tanulnak, ami lassan a teljes kapacitását jelenti az egyetemnek. Az intézmény ezért egyre inkább a minőség felé tolódna el, és minden területen a legjobb mutatókkal érkező fiatalokat venné fel az egyetemre.